Hello, sziasztok, hogy mindenkinek folytatjuk a karriermódunkat, és elérkeztünk a második szezonunk első mérkőzéséhez, méghozzá Bolton ellen itt a bajnokságban. Na, van egy e-mailünk, amit nem néztünk meg. Sőt, most, hogy így Archibald üzent, egyébként ezt megnéztük, szerintem csak nem válaszoltunk. Ja, beállítottam a kezdő 11-et. A B keretet azt nem állítottam be, csak a rendes kezdő 11-et. Közben egyébként nem figyeltük, vagy hát én nem figyeltem, de Novillo az ballábas. És egyébként tele vagyunk új igazolásokkal, srácok. Marcus Alonsót is sikerült megszerezni. Vegát. Alexis Vegát, Sonora. Mikel, tehát Zedát, azt már az előző szezonban ugye előszerződése, ott van Baluta is. Nagyon durvákat igazolgattunk, srácok. Viszont tényleg rengetegen lefejlődtek. Hao Jungmin is, tehát már nagyon semmit fogunk érte kapni. 65-ös már. Clay is. Hú, igen, nagyon durván. Archibaldot akkor árulom is. Duke is lefejlődött. Ezt a fiatalt is közben megszereztük. Na, középhátvédekkel hogy állunk? Langot eladtuk. Áruljuk. Kölcsön. Áruljuk, és 1-2-3 középhátvédünk marad, úgyhogy valakit még gyorsan intézni kell. Egyébként, vagy megtartjuk Ogit. Ogi. Az lenne nagy probléma. Van ugye 76-os szabadúszó kapus, akit le lehetne igazolni, viszont 35-36 éves. Félek, hogy közben az meg olyan gyorsan lefejlődne, hogy igazából 70-es lenne az is pillanatokon belül. Bársamunk 25 éves, úgyhogy lehet Clarkot el kéne adni is. Ő gyorsan felfejlődne 70-re, nem tudom. Nem tudom, srácok. Mennyi az értéke Kittosznak? Nem tudom, srácok. Viszont tényleg azt is elfelejtettük megnézni, hogy itt miket talált. Vagy hogy kiket figyelt meg, vagy mi volt, mert volt valami közbe. Kaptunk e-mailt, hogy valakiről jött megfigyelés. Hát te ki vagy? Figyeljen meg. Ezt már nem tudja. És hol vannak itt a izé országba? Meg szabadul. Na, ezeket már tudja, mert ide küldtem ki. Nem? Na mindegy. Hűha. Nagy Zsolt, balhátvéd 68-as. De nincs rá szükségünk, de jó az értéke. Ja, ez ott van, persze. Ez is ott van shortlistbe. Leandro. De se jár a szerződése, öcsém. Gyurgyevics. Meyer. Ennek se jár, de visszavonul. Jaj. Porzmuszos, hogy kerül ide? Jó, ezt tudjuk nézni. Tudjuk nézni. Na itt mi a helyzet?
megőrülök. Marseille-es hogy került ide? Nek lesz jár a szerződése. 49-es, 29 éves. Tüntesd innen. Jó, ezt nézhetjük meg. Vigenes hogy kerül ide? Senki se tudja. Espanyolos. Ohohohohohohohoho. Ez is ott van shortlistbe. Bettinelli is ott van. Jó. Na itt mi a helyzet? Azaz, nézzed. Cardiff City is hogy kerül már megint ide? Ez az a Boli? Szerintetek? A Fradi is szerintem igen amúgy. Besics! Hagyjál már! Úristen! Felvegyünk még egyet, de... Ah. Ez nagyon sok pénz lenne. Jajajajajaj. Na jó, szerintem játszunk. Húhú, de izgi. Vártok, naptár, naptár. Naptár, naptár, igen. Egy nap pihenő, válszál, jó. De izgi, srácok, konferencia, menjünk, morált növeljünk. Thank you for your patience. Vierát nem lukták ki, ugyebár. Hiszünk benne, hogy meg tudjuk nyerni a... mit? Bajnokságot. Mert ugye ezt tűzték ki célnak. Ugye itt van Vega. Tervek a jövőre, McCavittnak. Mi lesz a helye? Vagy mi lesz vele? Ez a munka nehéz döntésekkel jár, vagy... vagy nem ez volt odaírva? A fiúk tudják, mit kell csinálniuk, hiszek a játékosaimban. Ugye jó izé. Jó meccs, jó forma izé, hiszek a játékosaimban. That's all we have time for today. Nem tudom, Marcus Alonsoval mennyi lesz probléma, hogy ott izé. 53-as sprintje. Hát emmel meg Mizu, azzal nem tudunk valamit kezdeni, srácok, mielőtt elkezdjük a meccset, utána haladunk, hogy ne vonuljon vissza. Nyomatnék még vele egy hosszabbítást, az... Nem jár le amúgy a szerződése, de... Nem bírok vele hosszabbítani, aha, hát akkor el kell adjam sajnos. Ó, basszus. Nyomassál be magadnak egy vendégmeszt? Ja, hogy ez az? Akkor bocsánat. Úristen. Kicsit fáradt, ajjaj. Sandgren, Clark, Vega, ujj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 j
És akkor már nem nagyon kéne játszassam mi. Mondjuk most még szükség van rá, úgyhogy játszatom. Ja. Na, 5-2-1-2-vel fognak felállni.
Mears a kapuban John Jones, Santos, Toll, Sedlier, Dempsey, Sheenan, Tapsóba, Charles, Bakayoko. Na nézzük ebből mi sül ki. Első bajnoki, első meccsön. Új stadionunk lett. Mert itt ugye lehet költözködni. Na így néz ki a World Stadion. Kicsit színeztünk is rajta. Ugye így hát, ha több pénz jön be, mert több jegyet tudunk eladni. Na. Fú, mi kezdünk, sok új játékos. Ugye az előző szezonban is azért kellett idő, amíg összeszoktak a játékosaink, tehát nem ment az olyan könnyen. Marcus Alonso. Ujjaj. Jó, semmi gond. Novillo. Lacroix, szóval így kell ejteni. Hű. Nagyon jó. Ott van. Rögtön, rögtön. Nem tudom, hogy kell még ejteni a nevét, mi kell tetsze. Nagy kedvencem volt hátam. Azért is még játszhatom. Csak vegyék meg a játékosainkat, hogy tudjunk még igazolni, mert még vannak ám jók. Ott szabadúszók. Akiket meg lehetne szerezni, azaz, nem is tudom mi volt. Nem áll. Ugye nem csak azért, hogy legyen helyünk, vannak, akikre egyáltalán nincs szükségünk. És itt csak lefejlődjenek, annak meg nincs értelme. Ja, Pretley is visszavonult, hál' Istennek, úgyhogy őt nem kellett eladni. Marcus Alonso, jó? Clark. Neki esett ám a kapufának. Basszus, jön ez a Bolton is. Na, a legkisebb fejeljen már. Lacroix. Fut. Ó, basszus, mélyre se lel. Kéz. Jöjj nálunk. Nem baj, legalább megállt a támadásuk. Jó. Na, Jézusom. Lapot oda. És nem ad. Nagyon jó. Elhajdosz. Ajaj. Ott van. Duplázik. Felső sarok. Nagyon jó. Itt most nem Smith lesz a gól király, hanem Beká Mikel Tadze. Ballával, püff. Pedig szerintem a Bolton az ilyen esélyes a bajnokság megnyerésére. Úgyhogy... ez most így nagyon jó előjel. Na,
Meg ugye most nem az a cél, nem azt adták ki célnak, hogy feljussunk, hanem azt, hogy megnyerjük. Jó. Na. Vegát eddig nem nagyon hallottuk, de... nem is nagyon kapott labdát, tehát azért. Hiha. Ugye les? Hát ebből komolyabban is lehetett volna. Na. Hú, de jó, hogy beleért. És befúj büntetőt. Nem hiszem el. Bolton. És onnan tapszóvá. De hát meg volt az irány. Clark. Én nem értem. Ilyenkor számít a shot power tényleg, hogy azért... ha jó erősen meglövi, akkor... hiába jó az irány, vagy én nem tudom. Hát ez csúnya volt, egyértelműen. Szöglet. Sonora lövi szögletet. Megint szöglet lesz. Vagy büntető. Mikel Tedze előtt itt a lehetőség, hogy Mester 3-os legyen. És rögtön. Rögtön. Mondjuk, elég erős a keretünk szerintem. Ricardo Santos. Kyle Dempsey. Ojaj. Ah. Azaz. Nagyon jó. Az nem jött be. Almost at half time and they're making home advantage count, I think it's fair to say. Stuart, your thoughts? Well, from an attacking point of view, it's been a very good performance. I really like the way they've got the ball from back. Marcos Alonso, gyere. Fog meg. Jó. And the keeper put to the test, but he comes through it. Well, he's so sharp, isn't he? Nagyon jó. Vega. Well, news to bring you from one of the other games, and big news at that. Here's Alex Scott. Úristen, tényleg egy Vegát eladni, bár nem akarom. 30 milliót is kereshetünk belőle. Főleg, hogy fejlődni is fog még. Az hatalmas nagy fogás volt. A szezon fogása. Már most ez kijelenthető. Well, there you can see it. The hosts haven't been able to control possession, but their attacking play has been really incisive. It's been a jó. Really good display from them so far. Alhaidos. Kéz. Hát így van. Ha kéz, akkor kéz. És mit csináljunk ez ellen? Hoppácska. Ugyanúgy. Négy gólos. Úristen, de menetel. Azaz. Elcsesztük. Ne állj már meg! Jaj.
Ezt megköszönhetjük. Well, you can see what he was trying to do, but he's missed the target. He should score there. Ooh. 3 minutes of added time here. Vega. Joel Sonora. Gyerünk, gyerünk. And they have possession again. Bakayoko. Üha. Dangerous looking attack. Azaz. És lefújja. Ó, basszus. Na. De Oxford? Nem, nem az Oxford volt, de ki volt a negyedik csapatunk? Aki feljött még velünk. Mi kell tetsz, gyorsan fárad? Ójjaj. Ó, ne. Ez most probléma. Ez az. Nem hiszem el. Képes vagyok elcseszni. Gyere, gyere, gyere! De miért nem amaz bent érted, a mindegy? Nagyon jó. Hűha. Mennyi sárgát fogok kapni? Hatem. Érte is, majd jó pénzt kapunk, ha el tudjuk adni. Pedig nem akarom, de hát ha visszavonul. Hú, szép védés, de hát 32 évesen vagy 31 évesen hova akar visszavonulni még? Sandgren is besárgult, jó? Még valaki? Más nem. Ez is egy gól, kár. Sajnos. Menj már rá. Most már két gólért. Igen, ott az nagy hiba volt. Még a közép hátvédeink nem győztek meg annyira. De hát még idő kell. Jó. Azt hittem, ha megint büntető. Jó lehet. Későn történt a passz. Ez az. Na, ezeket várom a középhátvédektől. Á, csak elvették. Egy küzdős volt. Dempsey. Charles. Nem hiszem el. Na, végre. Persze, hogy kapufa, de hozzáért a kezéhez újabb büntető. Mi kell tetsz, legyen egy gólos? Most csak nem fog harmadjára oda vetődni. És de. Harmadjára ment abba az irányba, hát behalok. Most így nem cseréltünk, ugye? Már gól után akartam, csak hát nem volt gól.
Azóta meg nem ment ki a labda. Ez az. Kimész, kimész, kimész. Menjél már. Csak nem akar kimenni. Nagyon jó. Vega, tőled is várnék már valamit, mondjuk egy jó kis gólt. Na végre. Vagy ötöt cserélünk. Ratatatata. A kapus nem jön be. Az tuti fix. 55-54. Jó. Jó. Nézzük a csatárt. Jó. So a throw in here. Na, négy gól legyen elég neki. Lehet nem kellett volna lecseréljem, hogyha ilyen formában van akkor. Vega. Hát azt hittem elfut frissen. De akkor nem. Bácsám a Marcos Alonsóra. Úristen. Rauak. Ő jött fel most elvileg. Charles. Jó, jó, jó. Mikor bement volna, akkor az még úgy vicces lett volna, mert még 10 perc lett volna a végéig. Aztán nehogy itt megszívjuk. Ott van Verón. Ő is tud gólt lőni, jelzi. Megkavít a másik cserejátékos. Hozza még össze. Nagyon jó. Megint azzal van a baj, hogy közben kapunk gólokat. Régen volt olyan játékos, tényleg az argentin. Azt hiszem argentin, azt hiszem Inter játékos az a kopasz. Verón. Úgy rémlik, mintha. Hát ez régen volt már, lehet rosszul emlékszem. Nagyon jó. Vega, kell a gól. Csak bement. Végre. És ő kapta a 10-es messzámot. De jó. Ugye nem állítottam messzámokat alapból, amiket kaptak. De ez olyan jól kijött, hogy a legnagyobb értékünknek a 10-es. Csatárunknak az a 11-es. Jól jöttek ki. Itt nem kell aggódni a bajnoki címért, hogyha ennyire menetedünk. To win it back high up the pitch.
Eltaláltam a lábát, igen. De az a baj, rohadt sok gólt kapunk, tehát. Ebből a háromból kettő büntető. Mondjuk nekünk is. Tehát ha levonjuk a büntetőket, akkor igazából 4-1. Jól emlékszem. Marcos Alonso. Hatem. Veron. No. And the referee is going to add on 4 added minutes. Tapsoba. Hova fejelsz, egyem a szíved? Unable to keep the ball that time. Ez nagy lesz, igen. Észrevettem, köszönöm szépen. Istenem, igaz, hogy nem engedi megindítani. Hát 6-3-mal bekezdtünk. Meccsembere, hát gondoltuk. Mennyi lövés mindkét fél részére, azt a mindenit. Just a moment of your time. Nobilo az a bal lábas közép hátvéd. No further questions, thank. Mindenki boldog, nagyszerű. De itt kölcsön akartuk adni. Közben fejlődött? Nincs kizárva. Árulunk téged már, árcsikám. Az a helyzet. Na, valaki érkezik, Marcos Alonso, de hát ő már le lett igazolva, úgyhogy nyomom is el. És most jelzi, hogy James elmegy. A múltkor is ezt csinálta. A-t kaptunk. Hogy mutatta valakinek az érkezését, és akkor mondta, hogy valaki elment. James-el adva. 6-25-et kaptunk a 900-ból, ne viccelj már. Ez nem olyan sok. Jaj, nem ide akartam. Már megint nem ide akartam. Nem tudom. Jó, semmi újítás nincs. Itt sincs lent. Hogy nézelek már titeket. Ezen gondolkodok, de hát... Félek, hogy gyorsan lefejlődne. Andrej Ivan. 3.6 millió ér, hát ezt nem lenne szabad ott hagyni. Ennek lett csapata! Nem már. Ezért kéne haladnom. Játékosok begyűjtésével, mi?
Igen, már foglalt lesz el mindenki. Viszont 4 éves 67-es. Jó, ezt próbáljuk meg. Sokat ér. Az az igazság, hogy sokat ér. Lehet kevés lesz a vizé. És nem. Most elgondolkodtató, amikor 200 ezeret ajánlottam. Megint jön Marcos Alonso. Hát ez hatalmas. Hát ez hatalmas. Jó. Most többet nem bántok. Fejlődött izé. Nagyszerű. Ezzel is mi legyen? Ugarkovic, O'Neill, Baluta. Kölcsön vagy eladás. Nem tudom. Ez az én problémám, hogy nem tudom. A fizetése meg tök semmi. Roya Szárbolyuk. Iván. Szotirio. Jó, téged nem is raktalak be. Lone list. Itt van Iván. Vega. Őt áruljuk is, McCavit. Azt is el kéne adni. Le fog fejlődni, adjuk el. Szerzünk helyére mást. Áruljuk. Na. Gyerünk. E-mailek jöhetnek. Na, jön valaki, akkor valaki megy is el. Ezt mit eladva? Azért tuti ad kapunk el 1 millióért. Ez C. Abból valami 900 ezeret írt. Max összegnek, amiért el lehet adni. És itt 1 millió 4. Azt írja. 350 ezer. Profittól estünk el. Na jó. Hagyjuk.
Igen. Smith eladva 700 ezeret kaptunk az 1 millióból. 60-as, az elég jó. Na nézzük. Semmi. Itt vannak újak. Nem? Na várjál. Belga. Bajnokságból. Noricsos, nem tudom, mit keres itt. Forsó, ő a Leedsbe volt, nem? Figyeljük csak meg. Itt már figyeljük. Ja, Besicset. Figyeljük meg. Azon nyomban. Bolit is. Aztán itt mi a helyzet? Aha. 29 éves, 68-as. Shortlist. De amúgy nem fogunk vele csinálni semmit, ez nem kell. Úristen, nem kell. Mindjárt próbáljuk, srácok. Azt a mindenit. Shortlist. Jó. Na, nem kell. Úristen. Gyurgyevics. Kik olyan nagyobb nevek, azokat próbálom megfigyeltetni. Johnny. Vecino. Ja, már nem is tudom más megfigyelni. Jó. Vagy várjatok még előtte. Mi újság? Aj, nem tudom. Megvegyük ezt, ne vegyük. Ha? Olyan drága. Na, akkor kit igazoltunk? Iván. De gyors. Nagyon örülök. Miért ilyen fáradt mindenki? Ja, még van nap. Mennyi? Jó. Jó. Itt berakok egy edzést, hogy megnézem, hogy mennyire frissülnek fel. Még lehetne valami kis átigazolási díjat is kérni.
egyébként. Ja. Mondom, jó. De esetleg feljutunk a másodosztályba, oda meg egy 63-as már nem fog kelleni. Bárha jól fejlődik, mert folyton játszik, akkor ki tudja. Jó, elég lesz a izé is. A resztes, szerintem. Wood. Drága életem, téged árulunk. De azért megnézem, nem én vagyok a hülye. Igen, áruljuk. Sőt, egyébként srácok, biztos fogunk Clark helyére találni valakit. Én nem akarom elhinni, hogy nem. Valami jobbat. Most is annyi szabadúszó kapus van. Jó, még nem figyeltük meg őket, de akkor is. Elsők vagyunk. Exeter City jutott fel, vagy ki a fene? Annyira szabad, hogy nem vágom. Jó, na, srácok. Ennyi lett volna mára is. 78 vagyunk. És remélem, hogy tetszett, innen fogjuk legközelebb folytatni. Sziasztok!